Sziasztok srácok! Ma egy viszonylag érdekes küldetést néztem ki. Aztán meglátjuk, hogy nektek hogy tetszik. Lehet, hogy pár embernek feltűnt, de az se baj, ha nem, hogy megvettem egy pisztolyt. Ez lenne az a küldetés. Szóval megvettem egy pisztolyt. Valamint kicsit állítottam a beállításokon, hogy kicsit kényelmesebb legyen nekem. Aztán meglátjuk, hogy sikerül most visszaszokni erre. Itt is lennénk. Igen, nem pont ez, de nem baj. Mit kéne csinálni? Mit kéne itt ezzel csinálni? Nem baj. Van itt még. Ez nem az, bocsánat. Ezek mik? Betit point. Ja, ezek izék. Igen. Ezek látványosságokat jelölnek. Kicsit körülnéztem a városban. Ez mi? Van valami. Ha, küldetések. Ez se rossz. Jaj, elnéztem. Ez. Jó az a szelektálás. Hát akkor próbáljuk ki. Depó, tapi. Nem tudom elolvasni. Azért olyan jól nem tudok franciául. Még 60 méter. És még jobban bebizonyosodott számomra, hogy itt nem is olyan könnyű a harc. Szóval ez a játék már a lopkodáson kiegyezve, itt nem szabad harcolni. Ezt most kijelentem. És itt van. Elvileg ez egy nehéz küldetés, azt írja. Azért megpróbáljuk. No. Már most is küldetést csinálok, azt írja. Ez más. Miféle küldetést csinálok én most? Nem baj. Akkor is. Én most ezzel mit csináljak? Na hát, ez remek. Oké, okay, ennyi. Hogy kellene megijeszteni őket? Hát nem tudom. Na jó, hát nézzük, hogy... Selective... Hát nem tudom. Nem számítottam arra, hogy ez ilyen rejtvény lesz. Akkor megcsinálok én egy ilyet. Ez mi? Ez ugyanaz, csak második rész. Ja, az más, az más. Ott vagyok én. Ezt a ládát felszerzem és emlik oda. Azt megcsinálom. És átmentem rajta. Na jó, hagyjuk.
Ott van egy a följön. Jaj, itt van. Szóval azt az egy küldetést megcsinálom, aztán pedig megyek fő küldetésre. Ezt haladjunk a fő történet szállal is. Nem mondjuk, elvileg még van idő. Hát ez a Párizs, nem bírom hangsúlyozni, hogy mennyire jól sikerült. Ott is van. Na. Próbáljuk meg. Ilyet nem csináltam. 500 livr. Ez mit kell most csinálni? Milyen kapitány? Ott az az lett volna? Ja nem, ezeken a területeken belül kell. Én most hol vagyok? Ott vagyok. Azaz, menjek oda. Akkor nézzük meg. Hát, ha van ott valami. Hát, pont ilyet csinált az három az előzetesben is. Ott van. És ezt most meg is kell ölni. Na. Szorbon. Hol is van az a... Itt van. Valahogy be kellene jutni hozzá. Nyilván. Itt nem látok egy nyitott ablakot sem. Akkor vagyok a másik oldalról. Hát, ha nem vesznek itt észre a vörös kabátosok. Amit már be tudnék menni. Gyorsan itt bemászom. Ne vegyenek észre. Csak éppen. Lépcső nincsen. Hát ez remek. Oké, meg lesz. Na. Összességében nem nehéz harcolni, csak sokkal többször megölnek, mert okosabbak az ellenfelek. Oké. Következő, ez a hely. Ez merre van? Milyen messze? Hát ez már kicsit... Na jó.
Hát végülis én küldetésekkel nem kapok pontokat érte, de ha esetleg más küldetést csinálnék, azért kapok pontokat is. Az igen. Szóval olyan pontokat, amiből lehet karaktert fejleszteni. Ami nem ártana. Mert például a közelharci képességei nagyon gyengék jelenleg még. Hát igazából lopogodás a gyúrok. Oké. Ott van. Próbáljuk csak meg. Így ezt is ki kell próbálni néha. Ez ide jön hozzám. Az ellenfelek még nem tudnak húzni. Ó, mi van ott? Aztán harmadik terület, itt van. Aha, szóval oda rakja az ikont, ahova néz az egér. Ez is valamivel könnyebb lesz így. Oké. Ez jó volt. Ott egy kokárda. És utolsó terület. És vége a küldetésnek, aztán jön egy fő küldetés, ugye, fő történetszám. Próbáltam betörni itt néhány nagyobb kastélybe vagy várba. Hát, nagy többségük nem zárult sikerrel. Nem vagyok egy még profi unit is. Na nem baj, majd fog ez menni, ez a lopokodás, meg az ilyesmi tényezők. Elvégre van idő. Az mi volt? Oké, 60 méter. Itt föl. A sorgyagosok már valamivel erősebbek. Az igen. Ezeket barátnak jelzi. Hát ugye nép tagjai, akiket ott egy vörös inges. Itt elkerülöm, ha lehetséges. Hotel de Ville. Wow, hát itt aztán jól sokan összecsődültek, hogy engem kinyírjanak. Ezek az emberek hátra segítenek nekem. Igen. Fú. Nem igazán tűnnek.
használható testőrnek. Na, hát nem szokott őszintén ilyen jól sikerülni. Ott van kettő katona, azokat innen látom. És ott van az a kapitány. Aha. Közel jön, akkor kinyírom. Oké. Okay. Kész van. Én még meg kell szökni, bocsánat. Közben becélzem azt a főküldetést. Ott van a Notre Dame-nál azt. Az hány méter? 240. Nem is olyan sok. Na. Ó. Hát. Nem volt nagy szám. Lássuk be, nem volt egy nagy szám. Jaj, most megint csak okozik. Már ilyen sorgyalogosok. Hát nem, mint a sokat szántottak volna, nem baj. Oké. Okay. Hú, ennyi ember van az itt a játékban. AC2-ben nem láttunk ennyit bizony. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy ez a küldetés volt a... Van még Unity beharangozóban még, annak idején. Beszélünk Belekkel. Hát jól tudom, nem itt, már itt nem hangsúlyozok, hogy... Igen, és itt kapunk valami páncélt is, meg három ilyen Credo pointot. Igen, na, hajrá. Elvileg azt fogja mondani, hogy a tervet talált ki, vagy valami ilyesmit. What's our plan? Igen, ez az. Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. Az. Ezt tetszett. No targets unreachable. Out of the way. Move! Where the hell is Duchesneau? If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Oui, monsieur. Good. Tell Sivert, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Thieves! And if all other plans fail, sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair. That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best. Assassin. Sivert. Azt írja, hogy van 10 bejárat, és elvileg egy ember kell kinyírni, egy titkos bejárat van, és kettő ilyen riadóztató. És akkor én még próbálom legjobb tudásom szerint. Most ki kell nyírni? Nál van a kulcs.
van vele egy katona. Seeing as how I stole his keys, why not raid the Archbishop's wine cellar? You never! They may have signed the civil constitution, Who are you going? I want to play too! I've got a great game where I rip your bloody head off! Fú, hát ez... szoros volt. Oké. A Notre Dame kulcsa megvan. Na most mit csináljak vele? Szóval megvan a kulcs, ott van ugye egy riasztó, most elég sok ember van bent. Sokkal több, mint általában. És most, nem csak ezek velem van. Miért éreztük, hogy ki? Szóval van egy titkos bejárat. Ha jól értelmezem. És nem muszáj a fő bejáraton bemenni. Hát, hogy oda kell adni annak a papnak, aki ott kiabált. Nézzük csak itt. Aha. Az lesz. Oda kell neki adni. Akkor tegyük azt. Ha. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ez az. Szóval, a kulcs megvan. A környéken nincs ellenség. A földszinten megnézem újra. Éppen mi sem van, úgy hallom. Akkor ezeket a rejtett pengével kell végrehajtani. Ezek szerint. És ami még feltétel, hogy ne legyen riasztás. És búvóhelyekről kell végrehajtani ezeket a gyilkosságokat. Ó, jön vissza. Vannak még. És jön visszafelé. Azt kéne, hogy észre vegyen engem. Nem.
Hát olyanok nem látok fedezékért, az a baj. Pedig hiding spot, azaz ilyen búvóhelyről kéne kinyíri embereket. Azt kéne, hogy észre legyen engem és ide jöjjön. Túl hülyék ahhoz. Úgy érzem, hogy ez az első valódi küldözésem a játékon belül, aminél már kell gondolkodni is. Na, nem vesz észre. Oké. Oké. Hiding spot. Tehát ez nem számított búvóhelynek. Hát akkor mi számít búvóhelynek? Mi szén a kazalból, vagy mi? Ott esetleg az. Az búvóhelynek számít. Na. És nem szabad, hogy riasszanak, ugyebár. Azt akarom, hogy észre vegyem. Oké. Na nézzük, ott vannak ketten. A célpont. Járkál körbe-körbe. Én még nem tudom, mi az a mi számít búvóhelynek, de ez a színek az a minden bizonyan az. Hát, hogyha ezt kinyírom, akkor valószínűleg nem fognak többen észrevenni. Ha kell, akkor meg lifttel fel tudok menni. Itt elvég nem kell, hogy észrevegyenek engem. Az embereket most úgyis távolodik. Itt pedig közeledik a célpontunk. Silver, ugyebár. Nézzük, oké, minden tele van. Aha. Hát ugye most itt használom a liftet, igen. Ott van egy ember, de hát az segítőnek írja. És még... Itt nem tudok átmászni, ezt már próbáltam korábban. Ez így nem lesz jó. Viszont itt igen. Nézzük, hol van mi búvóhely? Hát nem tudom, én nem adok semmit se. Búvóhelyként. Azzal a riadóval vigyázni kell. Hát ott van még egy szénakazal, de oda meg nem járnak emberek. Itt meg egy másik, ahova szintén nem járnak emberek. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy magamra felhívom a figyelmet, óvatosan. Oda jöjjön valaki. Valami cselekedni kell.
Wow, ott mintha lenne valami. Itt egy gyóntató fülke. Más búvóhely viszont nem olyan van. Addig még nem vesznek észre mástól. Na jó, ez így nem... Hát ez nem úgy jött össze, hogy én azt akartam. Ez nagyon nem úgy jött össze, hogy én azt terveztem, de nem baj. Viszont meg se ölhetem. Nincs ember se, majd katona. Ezért megkockáztatom. Oha. Probablement simple d'esprit. Vanish to the bloody mist, yet. A real patriot. Most riadóztatni akar? Attól félek, hogy riadóztatni akar az a papot kint. Hát, nem tudom, mi volt. Hát,
Istenem. Pedig így nyomogatom, hogy legalább ezeket nyírjam már ki, de... Arnó nem engedelmeskedik nekem. Csak azért sem. És még... Ennyi, mert neki kéne nyírnom búvóhelyről. A gyógyszerem sincsen ráadásul. Nagyon bénán sikerült. Hát nem tudom. Használhatok-e én itt bármiféle? Ez mi volt? Ja, hogy ez egy emberke itt érde maradt. Próbáljuk ezeket becsalni. Nem lenne rossz, ha közelebb jönne még kicsit. Legalább ez meglegyen. Na, ez az. Ez is ide fog most jönni. Mostan átkutatom őket, hát ha van náluk. Tyúkok ide ment. Vagy amit van, csirke. Most tudom észre, hogy kezd kicsit hosszúra nyúlni ez a videó. Ez ellen sürgősen lépéseket kell tenni. Úgyhogy kinyírom, aztán vége. Már csak ezt hiányzott. Végén még hátra megharok. Na jó. Azért ettől most nem kellett félni. Na hát akkor. Nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, amint szeretnél még több ilyen Unity is végigjátszást csinálni, a jövőben jobb twitterezésekkel akár, akkor iratkozz fel csatornámra és lájkod Facebook oldalmat, sziasztok! Wait here, see that we're not disturbed. See there. Monsieur Latouche, I'm here to see the king of beggars. Come with me. Intrigues of rats! Pompous fool, if I could lay my hands on him! Well, what's so important you had to pull me away from my daughters? You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sivir, come away!
debout de la colère du peuple. Qui? La révolution ne nous a été